Sziasztok! Eredetileg cowboy frissítés van. Én nem éppen ennek az alkalmából öltöztem föl, viszont van három lovunk, amit szerintem érdemes megnézni. Mert hogy most kaptuk meg, kettő új Mustang érkezett, és azt írták, hogy itt lehet megvásárolni őket. Hogyha jól látom, akkor ő az egyik lehet talán. Ja, nagyon úgy néz ki. Most ők a két újonc, és ilyen aranyosan vigyorognak, tiszta jó fejek. Szerintem egyébként mind a kettő tök aranyos. Én nem tudom eldönteni egyébként, hogy vegyek-e belőlük, de szerintem most egyszer ezt a lehetőséget én kihagyom. Egyébként ő néz ki még talán úgy, hogy rajta vacilálok, úgyhogy még egy kis gondolkodási időt fogok kérni. Ő azt hiszem a Blue Roan, és amúgy nagyon tetszik, csak az a bajom, hogy Mustangból is már 12 egy tucat. Tehát, hogy már elég sok Mustangom van. És még így is gondolkodtam. Most, ha ő meg lenne, akkor eszembe nem jutna egyébként. Még el sem gondolkodnék rajta, hogy meg kéne venni, de nincs meg, úgyhogy... Ő viszont megvan. Úgyhogy igazából még így rajta gondolkodom. Ő szerintem egyébként annyira nem lett szép, de lehet, hogy majd még valahogy őt is bezsebelem. Nem tudom, még gondolkodom. Eléggé hadilábon állok, hogyha SC-ről van szó egyébként, úgyhogy most így ebben nem bonyolódnék bele. De ezt a két gyönyörű lovat Fear Grove-ban egyébként meg tudjátok vásárolni. Ha akarjátok, illetve hát meg is nézhetitek. És akkor most egy kicsit elmegyünk oda le a büdös francba. Mert a Starshine Farmon vannak egyébként feladataink, most tettek be egy új ilyen kis mini küldetést, amit Josh-nál kell majd fölvennünk, és az lesz a lényege, hogy a mindenféle farm körüli munkálatokat kell ellátni, és akkor amennyiben azzal megvagyunk, akkor reményeim szerint ezzel kék feladatokat is fogunk kapni. Most engem igazából az XP része érdekel, hogy vajon mennyit kapunk majd ezért a produkcióért. És azt írták, hogy négy különböző problémával állunk majd szemben, és én ezt úgy értelmeztem, hogy ha mind a négyet megcsináltuk, akkor utána lesz majd a kék feladatos része, elvileg minden nap más feladatot fogunk majd kapni valamikor, és akkor elvileg azért is plusz pontokat kapunk majd, de ezt csak úgy tudjuk meg, hogyha megnézzük. Előtte viszont itt van még nekünk még egy lovunk, ez pedig nem más, mint ez az amerikai foltos. És nagyon cuki. Tiszta édi-bédi. Már amikor láttam a videót, már akkor úgy voltam vele, hogy én őt amúgy szeretném megvenni. És gondoltam, hogy esetleg majd valamit kezdek így a... És hát kezdenem kéne a sörényével is, hogy elnézem egyébként, pedig sok mindenből lehet választani. Nekem amúgy semmi elképzelésem nincsen még névötletnek sem. De azt hiszem, hogy megpróbálok valamit. Ó! Ez jó! Vajon van előtagnak is aura? Mert akkor azt fogom adni neki. Alpha R. Hát nem. Aqua, az sem. Hát... Sajnos nincs. Sajnálatos módon nincsen, de egyébként neki valamilyen egyszavasat szeretnék. Amúgy. Lehet, hogy blind lesz. Jó. Na, blind. Nem tudom, ránéztem a névre, és ennyi, készül, blind lesz. Egyébként most csak nekem furcsa. Most kell, hogy nem lehet rázumolni, de olyan fura nekem így a sörény animációja itt fölül, olyan, mintha így össze lenne ragadva, és így egybe. Ezt elcseszték egyébként? Csak kérdezem. Tehát nyugodtan írjátok majd meg nekem, én nem haragszom meg érte, csak így elgondolkodtam, hogy ez most mégis mi? Olyan, nem tudom, olyan furcsa, vagy csak nekem nem tűnt föl eddig amúgy. Na mindegy, ezt majd azt kérem, hogy vitassuk meg együtt. Na, akkor én megvettem ezt a gyönyörűséget. Egyből föl is fogunk ülni rá, és valakit közben bőszen itatja a lovát. Oké. Na, elvileg fölültünk rá, és én amúgy hoztam is neki szettet. Egy western szettet. Pont, hogy pontosítsak.
mert gondoltam, hogy esetleg ez jó választás lesz majd. Aztán hát meglátjuk, hogy mennyire lesz majd jó választás, előbb-utóbb majd kiderül. Valamit még akartam. A patkót, igen, patkót is hoztam. Nem szándékosan egyébként, véletlenül benne maradt a táskámban, aztán gondoltam, hogy úgyis lovat veszek, akkor így jó lesz. No, Josh, akkor mesélj nekem. Hogy ityeg? Szeretnéd kipróbálni magad a járőrözésben? 10-szaros XP? Hát jó, van, már is nem csigáztat fel az érdeklődésemet. Itt mindig szükségünk van egy kis extra segítségre. A dolgok épp akkor hajlamosak rosszra fordulni, amikor legkevésbé számítasz rá. Ezért fontos a napi járőrözés. Minél hamarabb felfedezünk egy problémát, annál jobb. Mit szólsz ahhoz, hogy bejársz néhány helyszínt, aztán majd beszélhetünk arról, hogy tehenészé válj a farmon? Hűha! Azt mondja, hogy járd be a helyszíneket. Versenykifutó birkák, lovak, tábortűz. Rengeteg szemét van a kerítés mentén, feltakarítom. Hát ez aztán tényleg nagyon, hát, hogy mondjam, tényleg nagyon nemes feladat. És jut eszembe, hogy így egyes szinten nem sokra megyünk ezzel a lóval, igaz? Olyan cuki, szépen néz ki, nagyon szeretem a foltosokat. Olyan változatos színeik vannak. És ilyen, nem tudom, ezekből sosem elég, ezekből a lovakból. Úgy vagyok vele, mint a frízekkel. Na, igen. Egy már mindjárt jobb. Aj, elhagytam ott egyet. Remélem megcsinálták, hogy ne kelljen kimennem érte. Na azért. Ha megharagudtam volna. Oké. Na, tehát a versenykifutó megvan. Most akkor tovább megyünk egyel. Lemegyünk ide a lovakhoz. Most, hogy a birkákhoz, azt mondjuk nem igazán tudom hova tenni, hogy az most mit jelent, hogy a birkákhoz, de majd mindjárt meglátjuk. Ez akar lenni, hogy a birkák. És nem mehetek olyan sorrendbe, amilyenben szeretnék? Amúgy. Igen, figyelek. Igen. Egy birka eltűnt. Oh. De most tudom, hogy legtöbbször azért óbégatok, és én ezt maximálisan felvállalom, és sajnálom, hogy most így erre külön ki kell térnem, de én mindig óbégatok, hogy miért van az, hogy most például Eris a babáit is a világ végéig kellett kergetni, és akkor tényleg így fölpakolják a rejtett dinoszaurusz vagy meg az egyéb ilyen helyekre. Inkább keresgetem napokig, és akkor legalább van benne egy kis izgalom. Jó, persze föl is idegesítem magam rajta, de most nem veszünk el a részletekbe. Na, most a lovakkal kell valamit csinálnom, patakaparás vagy kakiszedés. Az a ló úgy tűnik nem bánná, ha lecsutakolnák. Hát szerintem is, el tudjátok képzelni? És pont ez jutott eszembe, hogy így, na most így megmutatom nektek így, hogy így maximálisan. Tehát, hogy most ránéztek erre a lóra, így, ezt odébb viszem. Tehát ránéztek erre a lóra, és ő azt fogja nektek mondani, hogy jaj, jaj, hát nekem nagyon nagy szükségem lenne egy lecsutakolásra, és így rám is néz, látjátok? Nekem nagyon nagy szükségem van rá. Ma Isten, olyan szemét vagyok, de legalább jót röhögök magamon. Le kell szállnom. Jó. Igen, köztudott, így belelát a pixelpaci a lovam. Úristen, a lovak fejébe, de közben sajátomat takarítottam le, nem baj. Nem baj egyébként. Majd mondok jó dolgokat is ám, tehát nem csak fikázni fogom a játékot, nem. Csak így jót röhögtem rajta. Na mindegy. Engedjük el ezt a dolgot szerintem. Ha jobban járunk azzal is. Hát mindegy. Mondjuk azt megcsinálhatták volna, hogy ne a saját lovomat takarítsam, hanem akkor ezt a cuki kis kvartett. Ma megint? Na, hogy ittyeg? Hogy ittyeg, minden remek. Nem vagyok benne biztos, hogy hogyan segíteni. Lehet, hogy sütök egy kis májva cukrot. Na, minden remek.
A tábortűznél való ücsörgés az egyik legjobb dolog. Hát látom, hogy te nem csinálsz más, csak a tábortűznél ücsöröksz. De az a helyzet, hogy tűzifa nélkül is tábortűz, és itt nem maradt egy sem. A népek szívesen elhasználják, de aztán, amikor végeznek, nem töltik fel a készletet. Elég bosszantó, ha engem kérdezel. Elmennél és összegyűjtenél egy kis tűzifát a tárolónál, és feltöltenéd a készletet? Utána gyere vissza hozzám a versenykifutónál. Nem inkább a versenykifutóhoz, vagy nem tudom. Na mindegy. Engedjük el. Jó, oké. Az összes tűzifát felhasználták, hozok mi a tűzifa tárolóba. Jó. Na, szóval igazából arra akartam kitérni itt a birkánál, hogy máskor tök jó, hogy minden nélkül keresgetni kell, de mondjuk ezt a birkát ezt meg lehetett volna keresni anélkül is, hogy a pofánkba tolják a sárga karikával, hogy hol van, de mindegy. Ez a tűzifa tároló? Vagy most ez... Most én ezt nem értem. Ó, értem, szóval ez a tároló, tehát ide kell majd a... Igen. Most... Ezt most nem igazán értem. Ennyi! Ennyi volt az egész! Ó, mamma! Hát ez... jó. Rendben van. Majd mondom. Az adósod vagyok, örömmel teszlek meg tehenészé itt a Starshine farmon. Hát minden vágyam, hogy tehenész legyek. Ugorj be, ha bármikor segíteni szeretnél, boldog lovaglás. Hát jó van, akkor majd 4-5 év múlva találkozunk, amikor már annyira unatkozni fogok, hogy ez is jó lesz. De most ez mi ez? Jötték ki segíteni a farmon? Lovagolj el a járőr helyszínekre, és ennek... Jó, ha 10 XP-ér, hát Istenem. Ferdinanda. Mi van? Oké, akkor jó. Jó, tehát itt kell végigmenni? Meg kell nézni, gondolom, hogy van-e valami rendellenes. Lelátók, versenykifutó. Oké. Ferdinanda. Én azt hittem, hogy őt Ferdinandnak hívják, nem Ferdinandának. De mindegy. Ide mi van írva? Rá lehet kattintani? Nem lehet. Ah! Ja, ez az édes méhecske. Hát jó. Hát jó, örülök neki. Mondjuk erre most pont nem számítottam, de oké. És akkor mi van? Lovak. Lovak, 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 lovak. Lovak. Eltűntek a lovak. Azt mondja, hogy... Ó, megint csutakolunk? Jó. Úgy tiszta aranyos. Szeretem a kvártereket. Nagyon szeretem a kvártereket. Csak én mondjuk őt akarom lecsutakolni, nem a saját lovamat, mert őt most már kétszer lecsutakoltam. Ő már csillog-villog. Hát jó. Ó, de menő! Hát, de nem igazán így terveztem, de nem baj, ezt így megörökítem az utókornak. Jó lesz. Csak azért, hogy a kefe a kezembe van, mert hát anélkül nyilván nem játék a játék. Már úgyis olyan régen volt az, hogy a kezünkben maradt minden. Emlékeztek rá? Ugye milyen jó volt? És azt nem értem. Ja, hogy ezek a versenyek, azt hittem, hogy ez is ilyen low XP-s tököm lesz. Le vagyok kötelezve. Hát, jó. Na, srácok, hát az van, hogy igazából ennyi a frissítés, és viszont jövő héten főtörténet folytatás érkezik, úgyhogy ha nem akartok lemaradni, mindenképp tartsatok velem. Én most már elbúcsúzkodom tőletek, mert sajnálatos módon egyébként véget ért a szerdai frissítés, tehát végigmentünk mindenen. Én egyébként, attól függetlenül, hogy ez megint egy jól becsomagolt semmi, legalább kapunk érte egy hangyányi kis karakter XP-t, illetve foglalkoznak azzal, hogy legalább csináljunk is valamit, mármint én küldetésszerűen, nem csak simán lovakat dobálnak be, hanem akkor mellé ilyen kis mini küldetéseket is. És tulajdonképpen én annak is örülök, hogyha a főtörténet folytatása időben megtörténik, és jó is lesz. Úgyhogy én mára elköszönök, jövő héten érkezem a főtörténet folytatással, és szombat, vasárnap pedig a délután folyamán érkezem majd újabb videókkal. Remélem, hogy tetszett nektek a frissítés, azért írjátok meg, hogy mit gondoltok, illetve hát vitassuk meg ezt a videóban említett néhány dolgot, és...
folyt köv. Hétvégén megint találkozunk, addig is. Sziasztok!